február 14-én ülésezett Gödöllőváros képviselőtestülete. A testület elfogadta a Gödöllő 2013 évi költségvetését, melyben idén a legalacsonyabb az állami támogatás aránya, így a város bevételeinek több mint 80%-át maga kell, hogy előteremtse, de ennek ellenére is van lehetőség fejlesztésre. Az önkormányzati gazdálkodásban a legjelentősebb, közel 2 milliárd forintos fejlesztésnek a szennyvíztisztító mű korszerűsítése ígérkezik. Két ütemben valósul meg a Petőfi iskola tornaterem bővítése, a Táncsics Mihály úti sporttelepen új műfüves pályát építenek. Megmarad az 50 millió forintos járda építési keret. Az önkormányzati hitelkonszolidáció révén 100-120 millió forint forrás felszabadulásával lehet számolni, ebből az összegből az útépítési program lesz folytatható. Ugyancsak támogatta a testület a tegnap a Tormai Károly Egészségügyi Központ intézeti értekezletén ismertetett előterjesztést is, miszerint az önkormányzat jövő év december 31-ig vállalja a járóbeteg szakellátási feladatok ellátását. Az új országos jogszabályok alapján feladatot is telepítettek a polgármesterhez. Ez alapján az olyan tervezett épületek, amelyek számszerűen teljesítik ugyanaz előírásokat, de a településképi és illeszkedési követelményeknek nem felelnek meg, a főépítész vagy a helyi tervtanács szakmai véleményére alapozva nem kapnak építési engedélyt. A képviselőtestület közbeszerzési eljárást indított az önkormányzat működtetési körébe tartozó oktatási intézmények takarítási szolgáltatásának ellátására. A cél az, hogy az iskolákra igazítottan egy egységes, hatékony, számon kérhető és az összevont alapterület nagysága miatt költségkímélőbb rendszer alakuljon ki, úgyhogy legalább elérje, de még inkább meghaladja a jelenleg fennálló színvonalat. A korábbinál alacsonyabb, havi 1 millió forint plusz áfa összegben határozta meg a G Magisztrátus ZRT bérleti díját a képviselőtestület 2013-ra a Dózsa György út 2 szám alatti 403-as helyrajzi szám alatt felvett ingatlan önkormányzati tulajdonú részére. A bérleti díj mértéke elősegíti az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdaságosságának egyensúlyban tartását. A képviselőtestület csíkszeredai testvérvárosunk vezetésével konzultálva egyhangulag úgy döntött, hogy a nemzeti együttartozás kifejezéseként a március 15-i gödöllői ünnepség keretében vonják fel a székely zászlót. Az ülésen tette le esküjét Várnai Miklós, a pénzügyi bizottság új külsős tagja.